Orosz Pállal, a Ferencváros vezérigazgatójával beszélgettünk itt Telkiben az MLS díjátadó gálaünnepsége után. Ugye adja magát a kérdés, bejelentésre kerültek távozók a Fraditól. Ez végleges lista, vagy lesznek még olyanok, akik nem a Fradiban folytatják? Hát vannak olyanok, akik részére ez már végleges, tehát voltak olyan játékosok, akiknek lejárt a szerződésük, és nem kívántuk meghosszabbítani. Közénk tartozott egy Észtes Krisztián, Rósa Dénes, Balogh Zoltán, a Olá Lórinak a kölcsönadási szerződése lejárt, őt sem hosszabbítottuk meg, Márko Simics szerződését sem hosszabbítottuk meg, őre ugye olyan megállapodást kötöttem, hogy amennyiben elégedettek leszünk vele, akkor kínálom neki szerződésre, vagy most után is, de ez nem történt meg. Illetve hát vannak olyan játékosok, akiknek jelen pillanatban még élő szerződésük van a Ferencvárossal, de nem gördítünk akadályt a távozáson. Ugye ugyanilyen fontos az érkezők névsora is. Böde Dániel ugye már nyílt titok, hogy a Fradihoz tart. Ővele mi a helyzet most pár pillanat, és a többi kiszemeltekről, ugye légiósokról is lehetett olvasni, látni beszámolókat. Hát a lényeg az, hogy mindenféleképpen erősítenünk kell a csapatot, úgy éreztük. Igen, tárgyalások folynak Böde Dániel ügyében is, Gyömbér Gábor ügyében is, Csukics ügyében is, Alemkevics ügyében is, és hát másosokat is tartom a tűzben. Ma megállapodtam Máté Jánossal, aki a Videoton 2-ben az MB2-es gólkirály volt, illetve hát meg több név is van, de most nem szeretném. A felkészülési programról mit lehet tudni, mikor kezdődik az alapozás, lesz a külföldi túra, milyen tervek lesznek? A játékosok 21-éig kaptak szabadságot, tehát 21-én kezdődik az alapozás. Egy elég komoly orvos és táp áll most a csapat mögött, és egy állapotfelméréssel fogunk kezdeni, aztán nekiállunk a munkának. Nem tervezzük azt, hogy külföldre menjünk a mostani felkészülési időszakban, tehát ezt a külföldi utat, ezt a téli periódusra szeretnénk megtartani.